Sziasztok, üdvözlök mindenkit Szabadkígyósról vagyunk most, és az egykor itt ment az Alföldi első gazdasági vasút, ugye keskeny nyomtávú, egészen kukkaza pedig, és ugye Békés Csaba felől, mert ugye onnan jött tovább, ott nagyjából a villanyvezetékek voltak, és ez volt az állomás épület. Akkor még azt a Mókígyósnak hívták, később nevezték át Szabadkígyósra, és utána megszűnt a kisvasút. És volt még egy megállója, kb. 2 kilométerrel a nép Szabadkígyós alsó néven, az volt igazából a faluhoz közelebb. Itt most csak egy gyors megállás volt, hogy megmutassam, hogy az egykori kisvasúti állomás épület megvan, és fel is újították, még lakják is úgy valószínűleg. És viszont arra fele van a nagyvasút, majd igazából az fog engem érdekelni, ahol éppen most a felújítás folyik, itt csak ugye útba esett, megálltam. Így esni terejéig, aztán megyek is tovább. És innen kiágazott még az Ókígyósi gazdasági vasút, aminek volt ugye szárnyvonala a kastélyba is, meg a MÁV állomáson is nyilván lehetett átrakodni. És akkor megérkeztünk Szabadkígyós állomásra. Ugye erről annyit kell tudni, hogy a szabványos Tiszavidéki vasút felvétel épülete valami műemlékvédelmi is, és ez meg is fog maradni, látszik, szépen fel is újították, hogy a biztosító berendezés kerül majd az emeleti egykori szolgálati lakásba. Viszont a váróterem és forgalom, hát ilyet a forgalmi az lehet, hogy lesz, de váróterem az biztos nem, mert hogy utas forgalom számára már nagyon régóta is megnyitva, mert még az átépítés előtt jóval itt a személyforgalom megszűnt, talán a 2012-es menetrendváltástól, mert nem áll meg semmi. Ugye magától a névadó falujától, Szabadkígyóstól legalább 3-4 kilométerre van, és itt elnézve tényleg a környéken sincsen semmi. Egyébként az eredeti neve Ókígyósi Tanyák volt, ami szintén mutatja, hogy hát nem volt egy olyan hűde nagy forgalom is soha. És úgy tudom, hogy itt az átépítéskor például a peront már is fognak építeni. Tehát itt későbbiekben sem várható, hogy itt utasforgalom lenne. Viszont maga az állomásra szükség van. Ugye látjátok, most is áll bent tehervonat, tehát egyrészt ugye félreállási lehetőség, meg keresztezési lehetőség tehervonatnak. Ami nyilván, hogyha már kétvágányú lesz a pálya, akkor kevésbé lesz jelentős, viszont a rakodóvágány is visszaépül, mert gabonarakodás viszont itt rendszeresen van. A másik oldalt, hogy Békésről felül ágazik ki egy iparvágány és a telephelyre. Hát azt nem tudom, hogy bekötik-e végül, vagy nem. És hát az is látszik, hogy itt már azért elég rendesen elkezdett nőni a gaz. Tehát nem számolnak itt azzal, hogy itt bármikor is lesz utasforgalom. És valószínűleg forgalmi szolgálat se lesz, hogyha az átépítés befejeződik, mert ugye központba fogják irányítani, és éppen benne áll egy vonat. És igen, forgalmi szolgálat már most sincsen. Szóval tapasztaltam, hogy itt minden eliség zárva van, és mindenhol még zajlik az építés belülről, de megszűnt itt a forgalmi szolgálat, mondjuk érthető. És valószínűleg, mivel idefele jövett, láttam, hogy a kadossorompót is már megszüntették. Ugye készült egy újabb nyomvonal, ahol már van egy fény és fél sorompó. Tehát egyéb szolgálat sem lesz már. Bár úgy látom, hogy az őrhely még megvan, sőt, és igazából ez a régi őrhely meg is fog maradni. Az úgy tudom, hogy az műemlékvédelmi, és valami vasúti múzeum lesz benne, viszont vagy valamilyen funkciót talál neki, de az megmarad. Kétegyházi, az a felőli másik őrhelyet viszont el fogják bontani. És itt is látszik, hogy a peronok már nem épültek vissza. És ez valószínűleg így is marad. És itt pedig áll bent egy vonat, azt majd egyáltalán csinálok róla a fényképet, de ez egy tehervonat, ami hát szerintem vagy homokot, vagy követ hozott ide. Tehát nem úgy néz ki, mint hogy ez valaha is menne, és hogy látom, a jelzőket sem rakták még vissza. Hát igen, mert ugye itt már a második vágány épül, és a vágányhálózat. És valószínűleg majd az lesz, vagy ott tartanak most, hogy már lerakták az új vágányt, és a forgalom azon megy. És akkor majd most fogják a régit felszedni. Ezek viszont itt még a régi tároló vágányok. Tehát egy vágány például, és akkor itt van az egyik egykori mellékvágány, és itt volt a régi. A régi átmenő fővágány az meg itt volt, és ott van az új. Jelenleg ezen zajlik most az átmenő forgalom. Viszont arrafele megvan a végponti váltókörzetnél, már ugye be lehet járni erre a két vágányra is. És egyelőre ugye itt épült, tehát ez lesz a két átmenő fővágány, és peronokat nem fognak építeni.
ez innen már biztos. Most egy kicsit jobban megpróbálok arra elzoomolni, nem tudom, mit fogunk látni. Arrafele még látjuk a jelzőket. És ott van egy munkagép, ami innen látszik, és ott a váltókörzet végén, oda még megpróbálok elmenni. És akkor 936-os szelvény, szabad kígyós állomás, két egyháza felőli vége. Itt látható, itt még csak egy vágány van meg, ezen lehet közlekedni. És itt van a mellékvágány. És az az új, az most az átmenő, és itt van még a két egyházi felőli végén a torony. De amikor még ez is megvan, már szerintem szolgálat itt már nincsen. És itt két egyháza fele zajlik még a munka, az átépítés. Ugye itt van már a kővonat is, amivel még találkoztunk az állomás előtt. És akkor mindjárt megnézzük, hogy arrafele mi a helyzet. Ugye ott még zajlik a vágányépítés, vagy ha nem vágány, de valamilyen építés ott zajlik. Ott dolgozik a munkagép. Na nézzük már. Milyen helyzet a malra? Ugye ez a vágány nincs még teljesen készen, és az ott az átmenő, ami most a vonat áll. Ugye ott a vörös négyzet, ott látszik. Eddig, tehát két egyházától idáig sincs még kész mind a két vágány. És itt pedig a régi váltóállító torony. Itt az oldalán még látszik a régi felirat. Az ókígyósi tanyák, ez volt ugye az állomás régi neve, viszont ezt a tornyot el fogják bontani. Tudomásom szerint a másik viszont megmenekül. És az állomás épület is megmenekül a műemlék védelem miatt, és mert ugye találtak neki új funkciót, abba kerül a bizber. Mint egy irány, még megnézem a túloldali végén is a helyzetet, ott ahol a karossorompót kiváltotta a fény és félsorompó. És ami viszont errefele érdekes, hogy ott volt a régi őrhely, ahonnan a karossorompókat kezelték meg a jelzőket. Na most az megszűnt, itt volt ugye egy teljes sorompó villogóval, és ott látszik a fény és félsorompó, amivel kiváltották. Ott annál az András keresztnél pedig, ami ott a távolban látszik, na ott volt itt a telephelyre az út túloldalán a kiágazás, ugye az iparvágány kiágazás, na azt nem tudom, vissza fogják építeni. Mert olyan hatalmas forgalom akkor sem volt rajta, amikor még itt aktív volt az állomás. Viszont a legszélső vágány meg rendszeresen rakottak, tehát az biztos, hogy megmarad. És valószínűleg ugyanúgy nem lesz villamosító. Ugye itt van az iparvágány, de a túloldalt lévő mezőgazdasági telepre, viszont ezt már kb. 20 éve nem nagyon használták szerintem. Hát nem tudom, hogy most visszakötik-e majd, vagy visszakötötték-e. De úgy látom, vissza van kötve, de majd még elsétálok arra. De ugye itt van a depó, az is látszik, és egyébként is zajlik a munka most is. Ugye a látványosabb az pont a túloldal, de az már az elzárt részen. Jó, de már csak bezoomolni tudtam a kamerával, viszont ide még be tudok menni szétnézni. Ugye itt voltak szolgálati lakások, nem tudom, hogy azokat végül meghagyták-e. Ugye, amiatt nem volt indokolt a bontás, hogy közel vannak a sinekhez, mert ezek annyira távolabb épültek. Viszont nem laktak, mert tehát már lakatlan volt már kb. Vagy 2-3 éve is, mikor erre jártam. Ugye végül is így, hogy nincsen funkciója, így lehet, hogy végül mégis bontják, viszont úgy látom, vissza lett kötve ez a vágány. Tehát lehet, hogy még számolnak vele. Vagy legalábbis mi ez a vágány vissza van kötve, és erre szükség van erre a rakodóra, akkor már valószínűleg ezt is meghagyták. Ja, és itt voltak egykor a szolgálati lakások. De már az egész lakatlan, mert itt legalább 4 szolgálati lakás volt korábban. És ez az őrhely viszont úgy tudom, hogy megmarad. Ez ugye műemlékként, vagy nem tudom, hogy hogyan, de ez ki van írva, hogy ezt meghagyják, és valami ilyen mini vasúti múzeumot ennek benne, gondolom, hogy a régi bizbert az benne hagyják. A hajtóművet, meg a halszkét, vagy nem tudom, mi volt itt, de akkor az is, akkor az, hát az gyakorlatilag így, mint egy ilyen kiállítás lehet látogatni. És ilyen látszik, hogy itt részben volt egy nyomvonal korrekció az útnál, tehát a régi átjáró az itt volt, itt még a
A gumiellemes estérél még itt van. Tehát itt látjátok, hogy itt egyenesen jött az út. Itt látszik a régi nyomvonal. És itt egy teljes sorompó volt. Hát itt látszik tovább, itt felmarták az aszfaltot, és akkor csináltak itt egy kis kulflit. Hát de valószínűleg ez már a végleges lesz, nem hiszem, hogy ezt idégenesnek szánták. És az is látszik, hogy így ez lesz a másik átmenő vágány, és ugye még ezt a váltót is, még, ez azért még benne van, de aztán lehet, hogy ki fogják szedni a végleges verzióba. És itt lesz a másik átmenő vágány, csak hát az még, ezen még dolgozni kell. És ugye ott van a telepre vezető kiágazás, és itt a rakodó mellette. Tehát most, hát lehet, hogy még ezen a vágányon lassan ugyan, de lehet közlekedni. Ezt nem tudom megmondani, viszont az átmenő vágány meg ez. Tehát ott látjátok, majd az átjáron túl lesz majd a... Ugye a másik váltó, az be van építve, ahol át lehet menni, és egykor ez volt a vágány, viszont itt valószínűleg már átadták ezt, mert ugye megépült szintén a második vágány valameddig, hát az nem tudna, hogy meddig sikerült végül megépíteni, de ez lesz a végleges vágánykép, hogy itt két vágány megy majd Békés Csaba fele. És ugye nyilván itt is lesz két vágány, lesz itt egy rakodó, és nagyjából ennyi lesz a vad kígyós, és itt már peron nem is építenek ki, mert itt utasforgalomra már nem számolnak. Na, úgy láttam, ki lett pucolva. Maga az váltóállítótól anya Bizbert is elvitték innen. És hát arra fele van Békés Csaba, és akkor nagyjából ennyi, amit szabad kígyósról lehet mutatni. Amíg elnézek két egyháza fele is. Aztán majd a két egyházi állomást is megnézem, hogy ott látványos a haladás. Ott ugye az egyik teljes sorompós átjáró, a forgalmasabbat, az felüljáróval fogják kiváltani, a másik az maradt szintben, viszont fényes fél sorompót fog kapni, vagy már meg is kapta. Szerintem az már megvan. A felüljárót is múltkor már építették, szerintem azt is átadták. Na, itt viszont akkor ez a videó az ennyi lett volna, akkor majd két egyházánál találkozunk ismét. És egy olyan információt kaptam most nemrég, hogy valamikor tavaly év vége fele szűnt meg a forgalmi szolgálat, és ugye az valószínűleg akkor volt, amikor átadták a fényes félsorompót, és ki tudták váltani a régi kadosat. Ugye akkor már nem volt szükség élőemberre ahhoz, hogy a sodompót tekergesse. A forgalmi szolgálat pedig valószínűleg ugye már korábban sem volt, mert köfis lett az állomás. Békés Csaba fele bezumolva, teljesen itt azért sokáig megvan a második vágány. Hát mondhatni, ameddig el lehet látni kamerával, addig megvan.